több száz kisgyermeknek és szüleiknek nyújtott felejthetetlen élményt a Szilfák alján végig kerékpározni az első Tour de Ovin május 6-án. A gyerekekkel együtt nem csak a szülők, hanem a nagyszülők is biciklire pattantak. A Tour de Ovin legfőbb célkitűzése az volt, hogy minél többen teljesítsék a távot, és felhívják a figyelmet a biztonságos közlekedésre. A célba megérkezve a Hungaroszpál kedveskedett egy kis finomsággal a gyerekeknek, a fő attrakció pedig Tom Peti és barátai volt a szabadtéri színpadon. Közel 900 óvodás, szülő, nagyszülő és pedagógus sorakozott fel a lufikkal és szalagokkal díszített bicikliükkel a művelődési ház előtti téren, hogy megtegyék a Tour de Ovi távját május 6-án. Folyamatosan csilingeltek a bicikli csengők, dudaszótól volt hangos a szilfák alja, hiszen az ovisok apraja nagyja izgatottan várta, hogy elkezdődjön a futam. 3, 2, 1... Mind a 9 hajdúszoboszlón működő óvoda egymás után gurult a startvonalhoz. A tumultus elkerülése véget 2 percenként indították el a felvonulást. Szerintem teljesen jó ez a kezdeményezés, mi nagyon örülünk neki, így családilag jöttünk, úgyhogy hát ez egy élmény lesz szerintem a gyerekeknek is, meg a felnőtteknek is, úgyhogy bicikliket díszítettünk, szalag a hajba. A gyerekekkel együtt nem csak a szülők, de a nagyszülők is biciklire pattantak. Így tett Mátravöldi Gabriella is, aki fontosnak tartja, hogy minél több minőségi időt töltsen el az unokáival. Én például szabadságot vettem ki a mai délelőtre, hogy együtt lehessek az unokáimmal, és ezen a rendezvényen részt vegyünk, mint előcsapat, mert az egész család nagyon szeret biciklizni, úgyhogy már nagyon várjuk a szerdai napot is. Úgy gondoltam, hogy itt a hely az egész családnak, a gyerekekkel, az unokákkal. Mennyire különleges látvány ez, ami ma reggel fogadta a szoboszlóiakat szerinted? Egy nagyon szuper rendezvény, nagyon cukik a gyerekek, nagyon olyan tényleg jó volt látni, hallani, ahogy biciklivel csöngetjük a csengőjét a biciklinek, úgyhogy tényleg szuper élmény, és nagyon jó, örülünk, hogy ilyet rendezett az óvoda. Az utolsó óvodás is sikeresen teljesítette a Tour de Ovi távját, amely a művelődési központtól indult és a szabadtéri színpadig tartott. Itt egy lufi kapu várta a célba érkező gyerekeket és családtagjaikat. Mónika Julianna, óvoda igazgató vezetésével tehát megérkezett a Móvita magánóvoda is. Jó volt. Anya azt mondta, hogy ügyesek legyünk. És ügyesek is voltatok? Igen. És hogyan készültetek erre a mindennapokban? Mennyire kap szerepet a biciklizés nálatok? Jó. Gyakran szoktatok biciklizni? Hát sokszor. Jól éreztük magunkat. A mindennapokban az óvodában, vagy esetleg otthon apáékkal mennyire szoktatok sportolni? Sokat. Melyik a kedvenc sportágad és miért? Nekem a súlyzózás, meg a biciklizés. Szeretsz biciklizni? Szoktatok anyával, apával a hétköznapokban mozogni? Igen. És az óvodában, vagy a bölcsiben miket szoktatok még csinálni? Játékoztunk. A táv megtétele után a Tour de Ovi a szabadtéri színpadon folytatódott, ahol Ceglédi Gyula megköszönte a szervezők munkáját, és anyák napja alkalmából köszöntötte az édesanyákat. Kívánom nekik azt, hogy nagyon sok örömük legyen ezekben a kis apróságokban, most kicsikorukban, aztán később, amikor majd nagyobbak lesznek és felnőnek. Mert ennél fontosabb nincs, mint hogy a gyermekeinkben az örömet, a boldogságot megtaláljuk. Minden más megoldható, de az, hogy szeretetben együtt éljen a család, az mindennél fontosabb. Hajdúszoboszló város önkormányzatának nagyon fontos, hogy milyen környezetben töltik mindennapjaikat az óvodások, ezért is szeretnének minél több környezetet biztosítani nekik, így a következő években 3 óvodát is felújítanak. A Tour de Ovi legfőbb célkitűzése az volt, hogy minél többen teljesítsék a métereket és felhívják a figyelmet a biztonságos közlekedésre. Elsősorban azok a gyerekek vehettek részt a futamon, akik már megtanultak pótkerék nélkül 2 keréken bringázni. Illetve bővítettük a kört a futóbiciklisekkel, és úgy szerveztük, hogy külön sávban haladnak majd a futóbiciklis gyerekek, és külön sávban a biciklis gyerekek, és aki még semmilyen bringán nem tud tekerni, az az anyukája,
apukája, nagymamája mögött részt vehet a versenyen, ami egy teljesítménytúra, tehát nem a gyorsaság a lényeg, hanem hogy minél többen teljesítsük, és ezzel felhívjuk a figyelmet a biztonságos közlekedésre. Az óvodák már több mint egy hónapja megkezdték a felkészülést a Tour de Ovira, hogy a nagy napon minden a legnagyobb rendben legyen. Éppen emiatt a gyerekek sem hagyták otthon a bukósisakot, a könyök és térdvédő felszerelést, hiszen ezek elengedhetetlen eszközök a biztonságos közlekedéshez. Nagyon izgatottan készültünk, sokat beszélgettünk, milyen szabályokat kell majd betartani, hogyan tudunk egymásra vigyázni, milyen színben érkezzünk, a mi színünk az aranyka Boviba piros, minden ovinak van egy saját színe. Ezzel is azt akartuk, hogy könnyen megtalálja a gyermek a szülőt, illetve a csapatát, hogy melyik csapatban indul. Az óvodában, a mindennapokban milyen helyet foglal el az egészséges életmód, a sport, a mozgás? Folyamatosan terítéken van, tehát nem csak időszakosan, hanem gyakorlatilag szeptembertől augusztus 31-ig ez mindennapi témánk, hiszen nagyon fontos, hogy a gyerekek megtanuljanak biztonságosan közlekedni, egészségesen élni, szeressenek mozogni, és nálunk az Aranyka Poviba van egy nagyon klassz kresszpályánk, ami elősegíti ennek a gyakorlásnak a lehetőségét. A Manókert óvodában már több éve szerveznek ehhez hasonló kerékpáros programokat, de az idei minden eddiginél nagyobb volt. A korábbi években a gyereknapok kapcsán szerveztük meg a mi magunk Tour de Oviát a Manókert óviban, és már tavaly jelezte a többi óvoda, hogy ez nagyon jó ez a program, és szívesen csatlakoznának. És most évelején, amikor elkezdtük az éves tervünket összeállítani, mindenki szeretett volna csatlakozni, így aztán a teljes Hajdúszószle Egyesített Óvoda csapata bevonásával szerveztük meg, és nagy örömünkre Magánovi is csatlakozott hozzánk, úgyhogy a város összes óvodása részt vehetett ezen a rendezvényen most. Milyen apró részletekre kellett figyelni? Nagyon sok apró részlet volt. Korábban ugye csak a magunk óvodájának szerveztük, és csak azon a környéken szerveztük meg, ahol jól ismerjük a terepet és az adottságokat, de ilyen nagy létszámnál már, hiszen 383 gyerek és a szüleik vettek részt ezen a rendezvényen. Itt már nagyon-nagyon sok részletre kellett figyelnünk, hogy ne történjen baleset, ne legyenek nagy lemaradások, a lezárások megvalósulhassanak. Az időgazdálkodásunk, ami egy nagyon nagy feladat volt, hiszen nem tudtuk, hogy körülbelül mennyi lesz az az idő, amire minden ovi kényelmesen célba ér. Úgyhogy ez mind-mind fejtörést okozott nekünk, de szerencsére összeállt. Mit adhat ez a gyerekeknek és a szülőknek és az oviknak? Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az együtt töltött értékes idő, és a sportolás, a mozgás, az együttlét, a közösségkovácsolás, ez mind-mind olyan érték, amire mi az oviban, és egyébként úgy összességében is igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni, és szerintem ebből mindenki, aki itt volt, és jól érezte magát, egy picikét profitálhatott, és egy picit gazdagodhatott. A jó kedv, a mozgás, a jó levegőn való szüleimmel együtt biciklizés, az ovistársaimmal való együtt biciklizés által. Sok páratlan apró ötlet, én arra is gondoltam, hogy az óvodáknak volt egy bizonyos szín, ami jelezte, hogy együvé tartozunk, illetve itt a bejárati kapu is nagyon parádés volt. Igen, a Manókert óviban minden dolgozó kivette a részét a készülődésből, ott készítettük a kaput is. Hozzá az alapanyagokat a szoboszlói Tesco áruháztól kaptuk, és úgy az óvodában festették ki az óvónénik. Aztán a színek kiválasztása minden óvodának a saját színéhez próbáltunk alkalmazkodni, tehát minden ovinak van egy saját ovi pólója, és akkor igyekeztünk azokat a színeket megtartani. És hát fontosak voltak a színek, mert a gyülekezőnél nagyon-nagyon sokan voltunk, és így könnyebb volt egymást megtalálni. Úgyhogy... Hajdúszoboszló egyetlen magánóvodája is örömmel vett részt ezen a rendezvényen, hiszen ők is szeretnének becsatlakozni minden olyan megmozdulásba, amely Hajdúszoboszló város gyermekeit és óvodáit érinti. Egyébként is a programunkban alappillérként helyezkedik el a mozgás. Mi ezt nagyon fontosnak gondoljuk az óvodában, úgyhogy a szülők nagyon örültek a kezdeményezésnek, és szinte teljes létszámmal részt vettünk a programon.
Mi kellene ahhoz, hogy a hétköznapokban is ilyen sokan kerékpárral közlekedjenek Hajdúszoboszon is kisgyermekes szülők? Én azt gondolom, hogy minden lehetőség adott arra a városban, hogy mindezt megtegyék a szülők. Egy kicsit a szülőket kell megmotiválni, én úgy gondolom. A gyerekeket nem, mert a gyerekek nagyon szívesen jönnek, érkeznek az óvodába kerékpárral, akár gyalogosan is. Inkább a szülőket kellene egy kicsit a munkahely, rohanás, reggeli érkezést egy kicsit át logisztikázni, és akkor talán jobban rá lehetne venni a szülőket arra, hogy igen, kerékpárral jöjjenek, és egy kicsit az egészséges életmódot, a sportot népszerűsítsék a gyerekek körében is. Én vagyok a kis egy, számok közt a legkisebb. Egy mas, két mas, nem kell ide más, számolj velünk, kis pajtás. Mindenki egy mas, két mas, nem kell ide más, számolj velünk, kis pajtás. Azt nekik a gyerekek, hogy számolj velünk, kis pajtás, ez egy egyszerű számolási gyakorlat is lehetne, de itt van egy program, amivel ezentúl már számolnia kell, úgy mondom, a városnak. Nagyon bízunk benne, hogy számolni kell a városnak vele, hiszen azt gondolom, hogy amikor Manókert óvoda elkezdte ezt a kezdeményezést 3 évvel ezelőtt, akkor most már itt az ideje, hogy becsatlakozzanak a többi óvodák is, és valóban egy intézményként a város összes óvodásait és szüleiket megmozgatva és közös programra buzdítva minden évben megismételjük ezt a programot. Remekül sikerült szerintem, amihez az időjárás is hozzájárult. A szülők szabadságot vettek ki, hogy oldották meg? Nehéz most így látnom azt, hogy városi szinten ki hogyan oldotta meg ezt a helyzetet, viszont nagyon boldoggá tesz az a pillanat, hogy abba gondolok bele, hogy ilyen sokan szabaddá tették ezt a mai napot, és azért, hogy közösen együtt biciklizhessünk egyet, illetve ezen a programon részt vehessünk. Végtelenül hálás vagyok a szülőknek, hogy időt szakítottak erre a közös programra, mert azért valljuk be, hogy ezek a közösségi nagy megmozdulások és együttlétek azért nagyon meghatározóak az életünkben. És igen, néha a szülőknek ezt egy kicsit logisztikázni kell azért, hogy kivitelezhető legyen, megtették, és hálás vagyok érte. Mit jelenthet ez a hétköznapokban, és magában a kerékpáros közlekedésben? Boldogan vettem észre, hogy az utóbbi időben megnövekedett a bicikli utakon a forgalom, a családok készültek erre a programra egy kis rávezetéssel, ráhangolódással, hogy a gyerekek mennyire tudják ezt a távot kivitelezni. Nagyon jó érzés volt ezt látni, de hogy egyébként minden olyan apró technikai kérdés, amelyel tudtuk segíteni azt, hogy a nap menete folyamatos legyen, zökkenőmentes legyen, akár a táblák elkészítése, a bejáratnak a dekorálása, ahol fényképezkedni lehet, az oklevelek, pólókat készítettünk a vezetőség magának, hogy ezzel is tudjuk egy kicsit demonstrálni azt, hogy mi így vagyunk egyek, ahogy a hátunkra is van nyomtatva ugye az Egyesített Óvodának a logója. Rengeteg apró tényező volt, onnantól kezdve, hogy segítettük előkészíteni a terepet is. Ki mindenki állt még ilyen szeretetteljesen hozzá a szülőkön kívül a mai nap sikeréhez? Természetes, hogy a gyerekek várták a legjobban ezt a programot, hiszen szerették volna megmutatni, hogy ők is tudnak úgy biciklizni, mint a nagyok. Mellette ugye a szülők, ami nagyon-nagyon fontos, a kollégáim, akik nagyon sok munkát tettek ebbe az egészbe azért, hogy közösen gondolkodjunk, közösen kivitelezhessük ezt az egészet. Az önkormányzat, ahogy támogatott bennünket, a Hajdúszoboszlói gyógyfürdő, hogy segítette azt, hogy a gyerekek, ha megérkeznek a célba, akkor néhány kolt frissítővel tudják majd a szomjukat oltani. A művelődési központ, akik első perctől kezdve segítették azt, hogy ez a program zökkenőmentes legyen, szenzációs ötleteket kaptunk, amelyek a kivitelezést segítették. Aztán a Szénási Hangtechnika, aki most segíti a koncertnek is egyébként a hangosítását, a Városi Televízió, aki ott volt és követte minden pillanatunkat, és tényleg azt kell mondani, hogy az egész város, mert hogy ez egy kicsit a Tour de Hungary-nek az előhírnökei vagyunk, és nagyon sok támogatást kaptunk. Több száz kisgyermeknek és szüleiknek nagyszerű élményt jelentett a szilfák aján végig kerékpározni.
A célba megérkezve a Hungaroszpa kedveskedett egy kis finomsággal a gyerekeknek, a fő attrakció pedig Tom Peti és barátai volt a szabadtéri színpadon önkormányzatunk jóvoltából. Felépés előtt mondtam a szervezőknek, hogy olyan jó gyerekek között élni, tehát mi is velük lélegzünk, hogy találkozunk velük, fotózkodunk velük, vagy éppen ilyen rajongókkal foglalkozunk, hogy beszélgetünk velük az utcán, vagy autógramot osztunk. A koncert az megint más, mert hogy akkor ők messzebb vannak tőlünk, de a gyerekekkel találkozni mindig nagyon jó, és együtt lenni is. Úgyhogy mi együtt növekszünk már 15 éve a gyerekekkel, és így már nagyon sok generáció kinevelődött a kezünk alól, mert vannak 26 éves Tom Peti rajongók is már. Ez már nagyon szép kerek szám, lesz idén születésnapi buli is? Sőt, hát már túl is vagyunk rajta, igazából egy 15 éves jubilami országos turnén vagyunk túl. 8 állomása volt a 8 nagyvárosban, és éppen most volt a legutolsó fellépésünk szombaton. Tehát megünnepeltük úgy igazán ezt a kerek év, majdnem kerek jubileumot, 15 évet. Ahogy ti is mondtátok, hogy szerettek gyerekekkel foglalkozni, ez látszik is, hiszen a ti szemetek is ugyanúgy csillog, mint a gyerekeknek itt az első sorokban. Nektek, mint felnőttek, mennyire tudtok velük azonosulni, mennyire tudtok felnőttként gyerekek lenni, vagy nem nőttetek még fel pontosabban? Valami ilyesmiről lehet szó, hogy nem teljesen sikerült felnőni, vagy nem is akartunk felnőni, kicsit valahol gyerekek vagyunk, vagy gyerekek maradtunk, vagy jobban, mint más hétköznapi felnőttek. Kicsit. És ez a hétköznapokban is meglátszik? Otthon is ugyanígy tudtok gyerekeskedni, vagy ott kicsit komolyabbak vagytok? Hát pont jó embert kérdezel, mert hogy én teljesen másképp viselkedem, ahogyha nem színpadon vagyok és nem a gyerekek között. Úgyhogy én egy komoly életvitelt élek, nagyon sokat dolgozom emellett, kertben vagyok kint, természetben is, otthon is, a ház körül is. Úgyhogy ebből a szempontból nekem ez egy teljesen más arcom, amikor a színpadra fellépek, és éppen ezért ugye tudok otthon is játszani gyerekekkel, de nem ebben a minőségben, nem pont úgy, ha érted, mire gondolok. És nálad hogy alakul a hétköznap? Én ugyanilyen lelkes vagyok, meg ilyen gyerekes vagyok hétköznapokban is szerintem, tehát én is teszek-veszek, nagyon sokat ugye a zenekarnak sok intézni való ügye van, amit csinálni kell, de azt is, hát egy kis komolyságot azért csak igényel ugye a könyvelői dolgok, meg ilyesmi, de azért igyekszünk mindig ilyen vidáman, meg lazán felfogni az egészet. Ha már ez a kerek évforduló, 15 évvel ezelőtt hogyan indult a zenekar? Mi pont épp a gyermekek irányába nyitottatok? Volt akkor egy célkitűzés? Ha igen, miben voltatok? Miért gondoltátok úgy, hogy ti esetleg jobbak lehettek, mint más gyermekzenekarok? Nem akartunk jobbak lenni külön, mert csak ez jött belőlünk, tehát ezek a gyerekdalok az ölünkbe potyantak az égből, és úgy éreztük, annyira kedvesek, aranyosak és vidámak és pozitívak, hogy muszáj megosztanunk a közönséggel. Így indult az egész, tehát nem volt tudatos döntés, hanem ilyen vidám dalocskák potyantak az ölünkbe, és ezt úgy éreztük, az egész világnak meg kell hallgatnia és látnia, hogy minél több nevetés legyen a világban. És hogy alakult, hogy Tom Peti és barát, hiszen itt van Tom Peti és egy barátja, a többiek. Azaz csillagszemű. Két fő is a formáció, a barátai viszont a gyerekek, tehát ők jelentik a barátai szót, őt akarják, és hát így vagyunk együtt. Ez egy duó, és a barátai meg a gyerekek. Ha köztünk vagy is jó a kedved, másoknak is mutasd, ez meg jó a kedved, tüsszes nagyokat. Ha jó a kedved, aludj nagyokat. Ha jó a kedved, aludj nagyokat. Ha köztünk vagy is jó a kedved, másoknak is mutasd, ez meg jó a kedved, aludj nagyokat. És hogyan kell elképzelnünk egy alkotási folyamatot? Összeültök ketten, humorizáltok folyamatosan, vagy hogyan alakul ez? Általában én szoktam írni a dalt, magát a dalt is, zenét is, szöveget is, és utána megosztom csillagszeművel, megkérdezem, hogy mit szól hozzá, szerinte ez így vicces, jó, általában azt mondja, hogy igen, és akkor átment az első, a legfőbb rostán, és akkor a dal dolgozunk tovább együtt a hangszerelésén, tehát hogy ő milyen hangszerrel, milyen vokálokkal fog részt venni abban a dalban. Ha az megvan, akkor lesz egy
egy dalfelvételek, egy stúdiózás otthoni kis körülmények között a stúdiónkban, aztán pedig, hogyha nagyon-nagyon jó a dal, úgy érezzük, akkor klipben, videóklipben is gondolkodunk, és elkezdünk ötletelni, hogyan lehetne milyen humorosabb, viccesebb videóklipet csinálni abból a dalból. A humor és a vicc mellett mennyire fontos az, hogy a tanulási szerepet kapjon egy-egy dalnál, mint például most a számoló dal? Természetesen nagyon fontos, mert hogy mindig gondolkodunk, hogy milyen dalt kellene írni. És akkor még a kezdet-kezdetén előjött az, hogy a közlekedésről mindenképpen írni kell egy dalt. A másik pedig a természetről, az egészségről volt tornás dalunk is, ami a reggeli tornáról szólt. És akkor így menet közben a repertoárunk úgy változik, amilyen a nézettség a YouTube-on, amilyen dalt szeretnének látni a gyerekek, illetve kérnek, néha beírnak Facebookon a szülők is, hogy ezt a dalt miért nem játsszuk, azt szeretnénk látni, valamikor többet is elő kell, hogy adjunk egy koncerten, ami kívánságdal, és akkor így ebből kialakult az, hogy mi az, amit játszhatunk, mi az, amit kevésbé játszhatunk, de általában mindig van benne egy-két nevelő célzatunk. Csiga, csiga, csiga.